Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, ma november 23-án. Egy kirakással egy napi üzenettel a számodra, és elhoztam neked a kristálykelyhet, érezd bele, hújj be a szemedet, és merülj bele ebbe a szép, ellazult érzésbe. Remélem, jó föltöltődött tél ezzel a szép rezgésekkel, ez a szívcsakra rezgése 432 Hz frekvenció, és ez nagyon-nagyon gyógyító a hullámja, a rezgése, a frekvenció, az arról hallottatok, és most légy szíves, összpontosíts, koncentrálj a mai napra. Mit üzennek neked a föntiek mára, a mai napra? Ma szintén egy portálnap van. Most, hogyha sokan nézitek a német csatornámat is, és csodálkoztok rajta, hogy miért más itt ez az üzenet a napra. Azért, mert lehet, hogy ti más kollektív vagytok, és más nektek az energiátok, akit én most magyarul bevonzok, és érez bele, hogy rezonálsz vele. Koncentrálj a mai napra a te témáidra, ami most téged foglalkoztat. Leesett egy kártya. És most koncentrálj szintén a mai napra, mit üzennek neked mára a föntiek. Nem biztos, hogy mindenkinek egy az üzenet. Ez is persze egy általános kirakás, de megnézzük, három kártya jött ki, ezt meghagyjuk így, mert ennek ez a jelentősége. Szóval a mai nap lehet, hogy hiányokat érzékelsz, vagy hiányok lesznek neked megmutatva. Egy portálnap van, és ez a portálnap fölhozza a mélyből, a lelkedből lehet a témákat, ami mint árnyék az életedben, ami mindig megmutatkozik kívülről, tükrözéssel, ami az életedben történik, újra feljönnek témák, lehet, hogy múlt életi témák, ami ezt befolyásolja az egészet, és neked valami módon hiányérzésed van a mai napon, úgy érzed, hogy hát, hogy nem úgy alakul minden az életedben, hogy te nagyon szeretnéd. És nagyon fontos, hogy ma tényleg leföldeld magad. Mit jelent ez, hogy igent mondjál az életednek, hogy igent mondjál a jelennek, hogy most hozzáállsz a dolgokhoz, tedd le mind a két lábadat a földre, és érezd, hogy téged a föld tart, a téged a föld táplál, a téged a föld ellát minden pozitívval, hogy neked minden megvan. És kötődj össze intenzív a föld anyával, és legyél tudatába annak, hogy mennyi erőt kapsz te ezen a földön, mennyi erő lakozik benned. Valami módon az angyalok, a nyugalom angyala kísért téged ma, és azt mondja, hogy vegyél magadnak egy kis időt nyugalomra, és hagyjad, hogy ez a
nyugalom és ez a csend benned kitáguljon, és az neked erőt adjon, és így fogod megtalálni a lelki békédet, és a boldogság fogja a szívedet betölteni. Valami módon a személyes üzenet, hogy valami ma beindul, nagyon gyorsan beindul, a botok nyolcasa, hogy valami elindul egy jó irányba, egy pozitív irányba, méghozzá nálad, remélem a szerelemben, mert itt a szerelem, a szeretet jött ki, és a szerelem vagy a szeretet az egy érzés, az nem csak egy érzés, hanem egy hozzáállás, egy rezgés, hogy is állsz hozzá, és téged kitölt ma a szeretet mindenütt, ahol hiányod van, arra összpontosíts ma. Fontos, hogy megbocsájts, én megbocsájtok, ez az én utam a békéhez. Békét kössél a múltaddal, gyógyíts meg a régi megbántásokat, és érezd, hogy mennyi teher leesik a válladról. Az angyalok segítenek neked, valamint az örömök angyala szintén kísért tégedet, hogy az örömön keresztül könnyebbnek érzed magadat, és boldogabbnak. Mindent az angyalok szemével nézél, az öröm szemével nézél, és egyesítsd önmagadban ezeket a mennyei erőket az angyalokéval. Valami módon a fény, hogy sugározz ki a belső fényedet a lelkedből, és ezt a belső békédet a lelkedből, és ezt tárd ki, ezt bővítsed, ezt sugározd ki egész messzire, ezt a melegséget az emberek közé, és minél több fény te kisugárzol, annál jobban fogsz mindent felismerni és világosan látni. Most elhoztam neked a Merkur hangtálamat. A Merkur az a bolygó, a kommunikáció bolygója, és szintén ez a rezgés segíteni fog neked, hogyha valamiről beszélni szeretnél, valamit meg szeretnél oldani, ez a kommunikációt serkenti, a beszédet, a megbeszélést. Hunyj be a szemed, és élvezzed! Hagyjuk, hogy csengjen, hogy rezegjen végig. Remélem, ez tetszett neked. Ha tetszett, lájkoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Iratkozzatok fel a csatornámra. Sok szeretettel búcsúzok tőletek. Szép hetet kívánok, szép kezdetet kívánok nektek. Sziasztok, Valéria!